Egészségünk védelme, előadások és országjáró egészségügyi szűrőkamion Várpalotán a Diabetes világnapon. Sakk. Szabó Krisztián nemzetközi sakknagymesterrel játszottak szimultán versenyt a nepomukis diákok. Találkozó. Wolfsberg és Várpalota, azaz a két testvérváros találkozott a Túri várban. Segítség. Jótékonysági futást szervezett a Bánaladár általános iskola Lónyai Dóri 6. osztályos tanuló megsegítéséért. Adomány. Városunk rászoruló családjainak megsegítésére adománygyűjtést szervezett a Máltai Szeretetszolgálat Várpalotai Szervezete. Információs nap a civilházban. Megyei női kézilabda. Rangadót nyert az Ősi Andreotti a Várpalota otthonában. Fogadás. Stanke József erőemelő világbajnokot újabb tortával ajándékozta meg Kóti László, a belvárosi cukrászda tulajdonosa. Városháza. Döntések a 2014-19-es ciklus első rendes havi ülésén. A hírmozaikot látják, jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! 725 helyszín, több mint 2 millió vizsgálat, drámai szűrési adatok. Ez hazánk szűrőprogramjának elmúlt 4 évi mérlege. A kezdeményezés célja az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése, kiszűrése. November 14-én a Diabetes világnap alkalmából városunkba a Turi térre is ellátogatott az országot járó szűrőkamion, melyben különféle állapotfelméréseken vehettek részt a lakosok, valamint egészségügyi előadásokat is megtekinthettek délután a Turi várban. A Diabetes világnap minden évben november 14-én kerül megrendezésre. Az idén Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja Várpalotára is elért. Az egész országot bejáró szűrőkamion és szakképzett szakasszisztensek segítségével, néhány vizsgálattal kiegészülve az érdeklődők egészségügyi állapotukat mérhették fel a világnapon. A rendezvény a Diabetes Klub, dr. Széles Margit főorvosasszony és a Várpalotai Önkormányzat közös együttműködésével jött létre. Talabér Márta, városunk polgármestere is részt vett az eseményen. Én remélem, hogy sok jó eredményt fognak itt produkálni, és kevés betegségre fog fény derülni, de hogyha ez is megtörténik, akkor pedig azt remélem, hogy idejében fogják kiszűrni a betegségeket, és remélhetőleg minél többen fognak valamilyen gyógyírt is találni majd a jövőben, mindarra, ami kiszűrésre kerül. Már kora reggel gyülekeztek a szűrésre várók a Turi téren, hogy megtudhassák egészségügyi állapotukat. Tulajdonképpen ez egy 10 éves egészségügyi program. 2010 és 2020 között országjáró, különböző helyeken megtelepedő kamion, a háttérben látható hatalmas felvonulással, nagyon profi személyzettel és nagyon-nagyon fejlett műszerekkel. A programban átfogó vizsgálatok között szerepelt kardiológiai vizsgálat, tüdőgyógyászat, szemészet, teljes testanalízis, testműködés vizsgálat és szív- és érrendszeri kockázatfelmérés is. Egy szűrővizsgálati sort végeznek el, körülbelül 30 féle vizsgálatot tudnak elvégezni, benn 8-10 hely, vizsgálóhely létezik, és ott sorba mennek a páciensek, és ott pedig képzett szakasszisztensek is bevonva ebben a sorban. Végzik ezeket a vizsgálatokat, kérdőíveket kitölteni, és a betegek mindenféleképpen a kóros állapotokról figyelmeztető tájékoztatást kapnak, hogy jelenjenek meg az orvosnál. Tehát egy egészségügyi értékelő vélemény is lesz a végén. Mindenki megkapja a saját lapját, amelyen a vizsgálatok eredményeit jelzik, valamint kap egy olyan tájékoztató füzetecskét mellé, ami mindenféleképpen segíti az egészség és a betegség közötti eligazodást. Hirtelen kifúj az egész. A komplex állapotfelmérés mindössze fél órát vett igénybe, és 34 féle szűrővizsgálatot foglalt magába. Segítségükkel átfogó képet kaphattak a résztvevők egészségügyi állapotukról. A szűrővizsgálat mellett kiemelt fontosságú volt az életmód tanácsadás és felvilágosítás. A szűrések mellett az emberi testtel is megismerkedhettünk egy anatómiai modell bemutatón a szűrőkamion mellett, ahol életnagyságú méretben tekinthettük meg egyes szervek egészséges és kóros változatát. A Turi téren egy virtuális 3D-s anatómiai sátor látvány és hangelemekkel várta a látogatókat.
Nagyon örültem ennek, hogy sikerült a mai napra összehozni. A város önkormányzata, polgármester asszonynal az élen nagyon gyorsan azonnal hozzájárult ehhez az egészhez, és minden megtett, minden lehetőséget megkaptunk a szervezéshez, hogy ez a megfelelőképpen alakuljon. Mint a háttérben látszik, hál' Istennek a szervezés is úgy látszik sikerült, és ennek a propagálása, ennek a programnak. Most indult el a vizsgálat, kicsit sok ember gyűlt, hál' Istennek, elég számosan összegyűltek itt az emberek. Örülök, hogy ennyien részt vesznek ebben a programban. Az 1986-ban alakult Várpalotai Diabetes Klub a Vár rendezvénytermében tartotta meg Diabetes világnapi rendezvényét. A programban előadásokat hallgathattak meg a klub tagjai, melyben a cukorbetegségről, a Várpalotai Szent Donát kórház felújítási munkálatainak jelenlegi helyzetéről és az újraélesztés gyakorlatáról kaptak átfogó tájékoztatást a jelenlévők. Szeretném megköszönni az önkormányzat nevében a főorvos asszonynak, hogy lehetőséget biztosított arra a városnak, hogy eljöjjön hozzánk ez a szűrőkamion. Járási Melinda, egészségügyi referens, az önkormányzat képviseletében köszöntötte a jelenlévőket. A mai nap egy nagyszabású, a hagyományoktól eltérő diabétesz napi rendezvény, és mutatja, hogy ez a diabétesz klub milyen nagy jelentőséggel bíró civil szervezet. Évről évre megrendezésre kerülő világnapi rendezvényen kiváló előadásokkal ismerkedhetnek meg a résztvevők, megmutatják nekünk az egészségünket érintő fontos témaköröket, és hát az önkormányzat bízik benne, hogy a jövőben is a két szervezet együtt tud működni, és közösen tudunk a városlakóknak olyan programokat biztosítani, ami a lakók javára válik. A diabétesz egy olyan betegség, amely világszerte egyre jobban terjed. Jelenleg 350 millió ember él cukorbetegséggel, és évente 2 millió új cukorbeteget diagnosztizálnak a világon, mondta előadásában dr. Széles Margit, kardiológus, diabetológus főorvosasszony. A Nemzetközi Diabétesz Szövetség és az Egészségügyi Világszervezet a 2012-ben egy világnappal nevezte ki ezt a mai napot, november 14-ét, és azért pont ezt a napot, mert az inzulin feltalálójának, Bamantinnak a születésnapja a november 14-én van, és ez világszerte most velünk együtt a világon mindenhol a cukorbetegek egymásra gondolnak, arra gondolnak, hogy ez nem egy jó betegség, és mi tehetünk azzal, hogy ez minél jobban meg tudjuk előzni. Tudjunk vele könnyebben élni, tudjuk vele együtt élni. A Diabétesz Világnap összefogja a cukorbeteg társadalmat világszerte, fogalmazott dr. Széles Margit. A főorvosasszony hangsúlyozta, nagyon fontos odafigyelnünk az egészséges táplálkozásra, melynek alapja a diéta. Fontos az is, hogy minél többet tudjunk a betegségről, így elejét vehetjük a nehezebben gyógyuló szövődmények kialakulásának. Cél a legjobb életminőség elérése, de természetesen a megelőzés a legfontosabb, emelte ki beszédében. Majd tájékoztatást adott arról a folyamatról, melynek eredményeképpen az országjáró szűrőkamion városunkba jöhetett. A Várpalotai Szent Donát kórház felújításának jelenlegi helyzetéről Nyakas Eszter ápolási igazgató számolt be. Az önkormányzatnak még volt az a rendkívül jó kezdeményezése, hogy a járóbeteg ellátást egy helyen központosítottan a kórház épületén belül helyezze el. Az, hogy nem a tervek szerint készült el a kórház 91-be, kivitelezési problémák miatt most bizonyos pótmunkákra volt szükség. Minden egyes szakrendelésünket a radiológia kivételével tudjuk működtetni, de mivel hogy itt az első emeleten a radiológia helyezkedett el, itt kezdődött el az építkezés, ezért ezt egy bizonyos ideig a Csolnoki Kórház vette át a betegeknek az ellátását. Mi is mindig abban reménykedünk, hogy minél hamarabb visszakerül hozzánk a radiológia. Mostani tervek szerint, hogyha ezek a közbeszerzések lezajlanak, akkor 2015. januárjában erre véglegesen sor kerül. Az ultrahangot természetesen továbbra is működtetjük, illetve a többi szakrendelő üzemel. Ennek az első emeletnek a befejezése szintén 2015. január február, és mostani álláspont szerint áprilisban a külső hőszigetelési munkák is befejeződnek, és ebben együtt a pályázat is. Legelőször is, amikor közelítek hozzá, már felmérem, hogy biztonságos-e a helyszín.
Nátrán Albin, az Országos Mentőszolgálat Veszprém megyei mentés irányítás vezetője, interaktív módon tartott előadást az újraélesztés szabályairól, de a mentés irányítást, mint szervezetet is megismerhették a klubtagok. Aki orvosi ügyeletet hív, akkor az azt fogja hallani a telefonon, hogy tessék mentők és orvosi ügyelet. Tendencia az országban és Veszprém megyében is, hogy a mentőszolgálat irányítsa az orvosi ügyeleteket. Nátrán Albin mentőtiszt a mentés irányításon kívül beszélt még a segélykérő számok használatáról is. 1-et, 2-t, 3-at, 4-et, 5-t, 6-ot, 7-et, 8-at, 9-et, 10-et. Végül az újraélesztést és a mentés technikai eszközök használatát is bemutatta a közönségnek. A Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola meghívására városunkba látogatott november 14-én Szabó Krisztián nemzetközi sakknagymester, aki bemutatót tartott a gyerekeknek, illetve 40 fős sakszimultánban mérhették össze tudásukat. Ez alkalommal bárki kipróbálhatta sakktudását és játszhatott Krisztián ellen, sőt a felmerülő kérdésekre is szívesen válaszolt a sakknagymester. Szabó Krisztián, magyar sakkozó, nemzetközi nagymester, háromszoros Európa-bajnok. 6 éves korában édesapja vásárolt részére egy sakkszámítógépet, később a helyi sakklubba a Fehérvár esélybe vitte, ahol Botos Ferenc volt az első edzője. 1998-ban az ASE Paks sakosztályához igazolt, ahol ma is a legmagasabb magyar csapatbajnokságban játszik. Edzői voltak Molnár Béla, Orsó Miklós és 2003-tól Dr. Hazai László is. Pályafutása során Szabó Krisztián, többek között Polgár Judit és Lékó Péter edzője és elemzőtársa is. Országszerte jelen vannak szakköreikkel, óvodákban, általános iskolákban, mely Polgár Judit kezdeményezésére indult el Sakkpalota program néven, első és másodikosok számára. Céljuk, hogy a gyerekek logikai gondolkodását, térben és síkban való tájékozódását fejlesszék. Bemutató lesz, hát a velem és a sakkal való ismerkedés természetesen. Nagyon örülök, hogy egy ilyen bemutatót tudunk itt tartani, egy 40 fő sakszimultánt. Ez azt jelenti, hogy 40-en játszhatnak ellenem. Megyek itt sorba, mindenki ellen lépek egyet. És úgy néz ki, hogy jövőre itt is van rá esély, hogy beindul a szakkör. Nagyon pozitív volt az igazgatónő is, nagyon örülünk, hogy ide is sikerült eljutni. Mióta sakkozol? Óvodás korom óta, 6 éves korom óta. Ez úgy kezdődött, hogy apukám vett egy számítógépet, ahol a játékok között volt sakk is, és az nekem nagyon megtetszett, és rengeteget játszottam vele, ott megtanultam a szabályokat. Onnantól kezdve pedig hát már sokan felfigyeltek rám, hogy milyen jól megy, versenyekre mentem, magyar bajnokságot megnyertem már 8 évesen, utána 10 évesen is, akkor Európa bajnokságon is elég jól szerepeltem, világbajnokságon ezüstérmes, már egész fiatalon, az ifjúsági válogatott tagja is lettem, úgyhogy így kezdődött a pályafutásom. Én úgy gondolom, hogy tehát itt nem is arra vagyunk specializálódva, hogy profikat neveljünk ki, hanem hogy a gondolkodásukat segítsük a gyerekeknek, és az egész életükbe segíteni fog nekik. De természetesen, hogyha valaki ambiciózusabb, meg jobban érdekli, akkor arra is van nálunk lehetőség magánedzésekre is. Egészen nagymesteri szintig ki van itt kövezve az út mindenkinek, aki komolyan gondolja. A sakk minden korosztály számára nagyon hasznos, különösen a fiataloknak, segít a tanulásban, a kreativitásban, de a logikát, a memóriát, a tervezőkészséget és a küzdőkészséget is nagy mértékben fejleszti. A bemutató alkalmával Szabó Krisztiánnal sok-sok gyermek mérhette össze sakktudását, így lehetőségük adódott a továbbfejlődésre is. Településünk a 2014-es évben évfordulót ünnepel. 1999-ben Várpalota akkori polgármestere Leszkowski Tibor és Wolfsberg város akkori alpolgármestere Magister Karl-Heinz Frauwallner aláírásukkal kifejezték településük azon szándékát, hogy a két város testvérvárosként kíván együttműködni.
Idén a két város közti szerződés aláírásának 15. évfordulója alkalmából ünnepséget és programokat szerveztek osztrák barátaink számára november 14-én pénteken és a hétvégén. November 14-én pénteken városokban tett látogatást Wolfsberg város hivatalos delegációja a testvérvárosi szerződés aláírásának 15 éves évfordulója alkalmából. A küldöttség minden jeles alkalommal városunk szociális intézményeit is felkeresi. Kora délután a Fekete Gyémánt foglalkoztató klubba látogattak, ahol már ismerősként üdvözölték az otthon lakóit. A november 14-én rendezett ünnepségen tiszteletét tette Hans Péter Schlákholc, Wolfsberg város polgármestere, Talabér Márta Várpalota város polgármestere, valamint Wolfsberg város tanácsnokai és városi képviselői, Várpalota város képviselőtestületének tagjai és mindkét település városi intézmény vezetői, iskolaigazgatók, társadalmi vezetők. Dr. Huszár Pál nyugalmazott egyetemi tanár szólt elsőként a jelenlévőkhöz, és mutatta be a két város kapcsolatának kialakulását. Dr. Huszár Pál elmondta, nagyon szívesen emlékszik vissza a Wolfsbergben történt első látogatására, ahol tolmácsként működött közre. Neveket említett, akiknek sokat köszönhetünk a testvérvárosi kapcsolat kialakulásáért, valamint ápolásáért. Kiemelte tevékenységeiket, illetve nagy tisztelettel emlékezett meg munkájukról. Leszkoszki Tibor Várpalota egykori polgármestere is megosztotta ünnepi gondolatait a vendégekkel. Ezt követően Wolfsberg Várpalota testvérvárosi szerződésének 15 éves jubileumi ünnepsége a két település polgármestereinek ünnepi beszédével folytatódott. Elsőként Hans Péter Schlákholc, Wolfsberg város polgármestere tartotta meg ünnepi beszédét. A polgármester megköszönte mindazok közreműködését, akik részt vettek a kapcsolat létrejöttében. Elmondta, nem indult könnyen ez a kapcsolat, de mégis szép sikereket ért el. Hans Péter Schlákholc elmondta, ez a kapcsolat már 45 éve tart a két város között. A baráti kapcsolat mellett kölcsönösen profitálnak ebből az együttműködésből szakmai szervezetek és különböző társadalmi szervezetek. Hans Péter Schlákholc polgármester beszéde megtartását követően jó kívánságait fejezte ki, majd Talabér Márta polgármesternek ajándékot nyújtott át, valamint Somogyi László nyugalmazott tűzoltó alezredes is ajándékban részesült. A jubileumi évforduló alkalmából Talabér Márta polgármester is megtartotta ünnepi beszédét. A rendezvényen a Várpalotai Zeneiskola trombita kvartettje, Mátrai Balázs a zeneiskola tanára, valamint Lacó Fruzsina adott ünnepi műsort a vendégeknek. A hétvége a kirándulások jegyében telt. Szombaton az ausztriai testvérvárosunkból érkezett delegáció elsőként Tihanyba látogatott el, ahol a program városnézéssel, illetve a festői őszi Balaton megtekintésével kezdődött. Ezután a csoport a Bencés apátságba is betért, ahol idegenvezetői kíséret mellett ismerhették meg a templom történetét. A szombati program Herenden ért véget, ahol elsőként a szebbnél szebb világhírű herendi étkészleteket nézték meg a vendégek a település sétáló utcáján. Ezután pedig a manufaktúrába látogattak el, ahol a delegáció tagjai bepillantást nyerhettek az értékes porcelánok készítésének különböző szakaszaiba is. A hétvége programja Veszprémben zárult, ahol a wolfsbergi küldöttség a megyeszékhely építészeti és kulturális nevezetességeit is megtekintette. November 14-én a Bánaladár általános iskolában rengetegen gyülekeztek, hogy a jótékonysági futáson való részvételükkel és nevezési díjjal hozzájáruljanak az iskola diákjának, Lónyai Dóri gyógyulásának megsegítéséhez. Gyermekek és felnőttek egyaránt futottak a délutánon, ahol 2 és 4 kilométeres távot tettek meg. Az így befolyt összeget teljes egészében Dóri gyógyulására fordítják majd. Október közepén keresett meg engem egyik tanítványunk, Lónyai Dóra, 6. osztályos tanuló édesanyja, és jelezte azt a komoly problémát, hogy kislánya leukémiás lett. Mi már akkor fontolgattuk, hogy a közeljövőben megrendezzük a hagyományos Halloween, illetve mártonnapi futóversenyünket, aminek az lett volna a célja, hogy a következőben a 3. évfolyamos tanulóink erdei iskoláztatásához nyújtsunk egy kis támogatást. De aztán ennek a ténynek az ismeretében, hogy van egy újabb beteg kisgyerek az iskolánkban, átértékelődtek bennünk a dolgok, és úgy éreztük, hogy segítenünk kell, és segíteni is szeretnénk. Ezért ezt a mai futóversenyt jótékonysági célból hirdettük meg, Lónyai Dóra támogatását szolgálja ez a közös cél, ami miatt ma itt vagyunk.
Milyen távot tehetnek meg a résztvevők? 2 kilométeres, illetve 4 kilométeres távot indítunk. A nevezési díjakat teljes egészében a család részére kívánjuk felajánlani. A jótékonysági futás bemelegítéssel vette kezdetét, majd a 2 kilométeres távon gyermekek és kísérőik, a 4 kilométeres távon pedig felnőttek vettek részt Dóri megsegítéséért. Rengeteg tanár, diák és várpalotai lakos vett részt az összefogásban. Volt már hasonló rendezvény a mi iskolánkban, pár évvel ezelőtt Szalkai Huba gyógyulását próbáltuk megsegíteni. Akkor is megmutatkozott a közösségben rejlő erő, és ezúton szeretném megköszönni most valamennyi kollégámnak, résztvevőnek, aki megtisztelt bennünket azzal, hogy itt van a mai napon, és megköszönni a család nevében is a támogató segítő részvételt. A Máltai Szeretetszolgálat várpalotai csoportja az idén is gyűjtést szervezett hagyományai szerint Márton naphoz kapcsolódóan. November 12-én és 13-án a dísztéren várta a szervezet az adományozókat, mely bevételből tartós élelmiszert kívánnak vásárolni rászoruló családoknak, ezzel is szebbé, meghittebbé téve az ünnepeket. A kétnapos gyűjtés alatt teával, szaloncukorral, hagymás zsíros kenyérrel és pogácsával kedveskedtek a szervezet tagjai azok számára, akik-e nemes cél érdekében elhelyezték adományukat jótékonysági céllal. Az összegyűlt pénz segítségével legalább 70 rászoruló család karácsonyát kívánják könnyebbé, örömtelibbé tenni a szeretetszolgálat tagjai. A Veszprém megyei Civil Információs Centrum november 10-én információs napot szervezett az új polgári törvénnyel kapcsolatos tapasztalatairól. A civilházban megtartott fórumon a fő téma az alapító okiratok módosításával kapcsolatos legfontosabb teendők, illetve a gyakori hibák és azok módosításai voltak. Mindenről Meleg Tamás, a veszprémi civilház munkatársa adott tájékoztatást. Csekély érdeklődés övezte a civileknek szervezett információs napot november 10-én. A civilházban megtartott fórumon Meleg Tamás, a Veszprém megyei Civil Információs Centrum munkatársa, az új polgári törvénykönyvvel és a 2 éve hatályban lévő civil törvénnyel kapcsolatos tapasztalatokról adott tájékoztatást. Mint elmondta, a civil szervezeteknek a 2 törvény jogszabályi változásainak megfelelően május 31-éig kellett módosítaniuk az alapító okiratukat, ám ezek sok esetben hibásan kerültek a bíróság elé, ami hiánypótlásra szólította fel az érintett szervezeteket. Most a hiánypótlás időszaka folyik, minden civil szervezetnek módosítania kell a létesítő okiratát az új PTK-nak megfelelően. Kivételt képeznek ez alól a nem közhasznú civil szervezetek, akik nem is kívánnak közhasznú státuszt elérni. Őnekik még 2016. március 15-ig van idejük pótolni ezt a módosítást, azonban minden más civil szervezetre, tehát itt a közhasznúra, nem közhasznú, azonban aki 1%-ot kíván gyűjteni, azokra is vonatkozik ez a módosítási kötelezettség gyakorlatilag. Ugye sokan ügyvédhez fordultak, mivel nem ismerik ki magukat ebben a jogszabályi környezetben, illetve hát a könnyebbnek gondolták egy szakértő segítségével megcsinálni, azonban a bírósági visszajelzések alapján nagyon sok ügyvéd által készített módosítási kérelem is
teljesen használhatatlan volt, tehát igazándiból az ügyvédek sincsenek felkészülve. Ugye, mivel ez egy viszonylag hirtelen jött változás, itt még maga a bíróság is, nem azt mondom, hogy nem volt felkészült, de neki is azért erősen kellett koncentrálnia itt a feladatokra. Meleg Tamás beszámolt arról is, hogy a létesítő okiratok benyújtásával kapcsolatban szervezetük közre működik a Veszprém megyei törvényszékkel, így a törvényszék által közölt tapasztalatokat, gyakori hibákat az információs fórumokon és egyesületük honlapján folyamatosan figyelemmel kísérhetik az érintett szervezetek. A Veszprém megyei női kézilabda bajnokság 7. fordulójában az örök rivális Ősi Andreottiásá volt az FKC Várpalota vendége. Mindkét csapat jól szerepel az idei bajnokságban, a vendégek egy vereséggel, a hazai csapat pedig mindössze egy döntetlennel várta a rangadót. Az egykori várpalotai játékosokkal megerősített Andreotti nagy elánnal kezdte a mérkőzést. Már a 3. percben átvette a vezetést, majd a játék irányítását is. Percről percre nőtt a különbség a két csapat között. Az első félidő 6 gólos vendégvezetéssel zárult. A második játék részben sem változott a játékképe. Az Ősi együttesének rutinos játékosai magabiztos védekezéssel és támadások pontos befejezésével végigtartották az eredményt. Végül megérdemelt 7 gólos különbséggel 36-29-re győzött az Ősi Andreotti csapata, és megérdemelten gyűjtötte be a 2 pontot. Az Ősi legjobb góllövői Horváth Kitti és Pintér Aletta voltak 10-10 góllal, a palotaiaknál Németh Kriszta 14 találatot szerzett. Stanke József, többszörös erőemelő világ és Európa bajnokunk a közelmúltban lezajlott nemzetközi versenyeken is sorra halmozta a világcsúcsokat. A nemrégiben a szlovákiai Svidnikben rendezett erőemelő kupán újabb kategóriájában a 100 kg-os súlycsoportban lenyűgöző teljesítményt produkált. 222,5 kg-ot teljesítve fekvenyomásban. Győzelmével egy újabb fogadást is megnyert, ugyanis Kóti László, az egyik belvárosi cukrászda tulajdonosa, egy évvel ezelőtt ajánlatot tett barátjának, amennyiben a veszprémi Top Gym sportolója teljesíteni tudja fekvenyomásban a 222,5 kg-ot speciális ruha nélkül, megajándékozza őt egy tortával. Legújabb díját mutatja Stanke József, városunk többszörös világ és Európa bajnok erőemelője barátjának, Kóti Lászlónak, a belvárosi cukrászda tulajdonosának. A veszprémi Top Gym sportolója ugyanis a közelmúltban ismét rekordot állított fel, amivel teljesítette a két barát között megkötött újabb fogadást, így Kóti László egy különleges őszi tortával kedveskedett városunk erőemelőjének. A közelmúltban a szlovákiai Svidnikben rendezett nemzetközi kupán Stanke József 100 kg-os kategóriában 222,5 kg-ot teljesített fekvenyomásban, 60 évesen eddig még a világon senki nem volt képes erre a teljesítményre. Most sikerült ezt a fogadást megpróbálnom, és hála Istennek sikerült, a jó Isten is megsegített, és 222,5 kilót nyomtam a svidniki kupán, ami első helyt is adott, és abszolút első is lettem, és így a közel egy éves fogadásunk teljesítve lett, úgyhogy köszönöm Kóti Lacinak ezt a gyönyörű tortát. Ugye ő nagyon kreatív, és mindig ilyen gyönyörűségekkel lep meg engem. Kóti László, aki szintén sportember, több Ironman versenyt teljesített már sikeresen, egy újabb fogadást kötött barátjával, akinek ezúttal az összetett világrekordot kell felülmúlnia. Ugye átléptem egy korosztályt, a 60 és 64 éves korosztályban versenyzek most már, és összetettbe fogadtunk, de ez is RAV verseny, tehát speciális ruha nélküli, és 682,5 kiló a világrekord, amit valaki tart. Én azt mondtam a Lacinak, megpróbálom a 690-et megcsinálni. Ő 685-öt mondott, de én még egy 5 kilót ráteszek, hogy mindegyöknek igaza legyen. Stanke József legközelebb november 26-án a Pozsonyi Világkupán próbálhatja meg teljesíteni ezt a kihívást. Ki tudja, lehet, hogy Kóti László decemberben egy újabb tortával kedveskedik barátjának.
Várpalota város önkormányzati képviselő testülete tegnap tartotta első rendes havi ülését. A tanácskozás után a döntésekről Talabér Márta polgármester, dr. Opsitos István független és Galambos István jobbikos képviselő nyilatkozott stábunknak. 12 napi rendi pontot tárgyalt a képviselőtestület a ciklus első rendes havi ülésén. A döntések között a grémium többek között elfogadta az önkormányzat szervezeti és működési szabályáról szóló rendeletmódosítást, az Arany János tehetséggondozó programban való részvételhez szükséges támogatási kérelmet és a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló tájékoztatót. Ezen kívül a testület ezen az ülésen szavazott az állandó bizottságok elnökeiről és tagságáról is. Megválasztottuk ugye a bizottságokat, a bizottsági struktúrán nem változtattunk, hiszen azt 4 évvel ezelőtt a már a lecsökkentett 12 fős képviselőtestülethez alakítottuk, és úgy gondoltuk, hogy jól működött, úgyhogy ez alapján állt fel a mostani struktúra is, 4 bizottsággal, illetve én ott a városrész önkormányzatának képviselőtestületével. Letették az esküt a bizottsági tagok, tehát gyakorlatilag mindenki el fogja tudni kezdeni a munkát a saját bizottságában, és én bízom benne, hogy megelégedésre fogják ezt tenni. Megválasztottuk a felügyelőbizottságokba is a tagokat, úgyhogy ilyen tekintetben már itt sincsen lemaradásunk, és a különböző cégeink is úgy tudnak működni, ahogy az innentől elvárható, hiszen visszahívtuk a régi tagokat, és az újaknak a megválasztásával ez a helyzet is lerendezésre került. Az ülésen terítéken volt az a határozati javaslat is, amely Inota városrész önkormányzó testülete elnökének és tagjainak személyét érinti. Ebben az ügyben nem volt egyetértés a Fidesz-KDNP és néhány ellenzéki képviselő között. Dr. Opsitos István független és Galambos István jobbikos képviselők is nemmel szavaztak az előterjesztésre. Az újonnan megválasztott városatyák egyaránt a felálló inotai testület pártösszetételének arányát és kialakításának módját kifogásolták. Az én megkérdezésem a kiválasztásnál nem történt meg, senki részéről egyeztetés nem történt. Tényszerűen közölték, hogy kik lesznek a külső, belső tagok. Ezzel nem tudottam egyetérteni, így nem is tudtam elfogadni, ezért nem elszavaztam a részünk a vánzi képviselőtagok összetételére. Ha valaki megnézi a választási eredményeket, akkor világosan látszik, hogy a mostani kormánypártok ellen szavazott tulajdonképpen a település nagy része, mondhatnánk azt is, hogy a kétharmada. Ennek ellenére a részönkormányzatban a Fidesznek 71%-os többsége lesz, tehát a 7 képviselőből 5 képviselőt a külsősökkel együtt ők fognak adni. Ezt mindenféleképpen aránytalannak tartjuk a választási eredményeket figyelembe véve. Valóban én is úgy gondolom, hogy van egyfajta célkitűzése a Fidesz részéről az inotai városrész ellehetetlenítésére, a részönkormányzat ellehetetlenítésére, illetve hát így próbálták visszaszerezni tulajdonképpen ezt az elvesztett területet, úgymond. A polgármester a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, minden politikai szervezet egyforma arányban juttatta be képviselőit a testületbe, ahol mindegyik párt egyénileg döntött arról, hogy a felajánlott helyekre kiket delegálnak. Inotával kapcsolatban Talabér Márta elmondta, dr. Opsitos István független képviselő, aki mögött nincs politikai háttér. Ezért meg kell vizsgálnia, hogy a többségében politikai pártok alkotta közgyűlésben hogyan tud érvényesülni. A Fidesz a képviselőtestületben kétharmados többséggel rendelkezik, az ellenzéknek 4 helye van, 4 különböző színben, hiszen egy MSZP-s, egy DK-s, egy jobbikos, illetve egy független képviselő jutott be a képviselőtestületbe. Ehhez képest azt gondolom, hogy az az ajánlat, amit tettünk az ellenzéki képviselőknek, kifejezetten gálásnak mondható, hiszen ha a bizottsági elnöki tisztségek elosztását nézzük, akkor messze nem a kétharmad, egyharmad érvényesült, hanem arányon felül kaptak lehetőséget, illetve azt gondolom, hogy mindegyik politikai szervezet, és itt ugye a 3-ra gondolok, mert a független képviselő mögött nincsen úgymond szervezeti támogatás. Olyan ajánlatot kapott, ami egyenlő, hiszen mindegyikük egy-egy-egy képviselőt tudott bejuttatni a képviselőtestületbe. Azt, hogy a különböző pártok hogyan
döntöttek arról, hogy a felajánlott helyekre kiket delegálnak. Én alapvetően ezt az ő belügyüknek tekintem, és ezért alapvetően nem tartom elegánsnak a Jobbikos képviselő úrnak a megnyilatkozásait, hiszen én sem kritizáltam azt, hogy a Jobbik egyébként a számára felajánlott helyek közül miért egy nem túl nagy támogatottságú képviselő, illetve polgármester jelöltnek biztosít három pozíciót. Azt hiszem, hogy mind az inotai, mind pedig a bizottsági összetételek úgy alakultak, illetve úgy álltak össze, hogy azok a város, illetve a város rész érdekeit fogják képviselni. Inota az egy külön eset valóban, hiszen ott egy független képviselő nyerte el a választók bizalmát, neki pedig fel kell mérnie, hogy függetlenként, szervezeti háttér nélkül, úgy, hogy egyébként politikai pártok alkotják a közgyűlésnek a többségét, hogyan tud működni. A képviselőtestület egy politikai testület, és minden döntése, még hogyha szakmailag alá is van támasztva, egyben politikai döntés is. Azt gondolom, hogy ezt el kell fogadnia annak is, aki függetlenként került közénk. Meggyőződésem, hogy mindenki, aki a részönkormányzat tagja lett, az a lehető legjobb tudása szerint fog eljárni a részönkormányzat érdekében, és sokkal kevésbé fognak megjelenni egyéni érdekek, mint az például a korábbi esztendőkben történt. Annak kifejezetten örülök, hogy most például nincsen olyan tagja a részönkormányzatnak, akinek a hozzátartozója a város kárára bűncselekményt követett el, és ezt a bűncselekményt kvázi el akarta tusoltatni velünk, ilyen kéréssel fordult hozzánk. Tehát azt gondolom, hogy a mostani részönkormányzati tagok tiszta lappal és jó szándékkal fognak a városrész érdekében cselekedni. Az ülésen döntés született a helyi járati közlekedés ellátására kiírt pályázatról is, melyet az egyetlen pályázó, a Bakony-Volán ZRT nyert el. Dr. Opsitos István az inotai autóbusz közlekedéssel kapcsolatban elmondta, véleménye szerint felül kellene vizsgálni, hogy van-e olyan járat Várpalotán, amelynek ritkításával az inotai helyi járatok bővítését lehetne elérni. Ez a régió készületi lakótelep és Bagyars szülőhegy, így az inota falu lakossága is elesik attól a lehetőségtől, hogy időben, tervezetten, akár orvosrendelőben, akár bevásárlás céljából tulajdonképpen a városközponttal kapcsolatot tudjon tartani. Kétségtelen, hogy ebben egy felvizsgálatot tartanék szükségesnek a tekintetben, hogy vannak-e olyan járatok a jelenleg működő járatok között a városban, amelyeknek ritkítása kapcsán több járat jutna inotának, és hát ilyen célszerűsítés mindenképpen szerencsésnek találnék. Galambos István Jobbikos képviselő szerint közös érdek, hogy a helyi járatos közlekedés működjön Várpalotán, ezért támogatta a párt a meghirdetett pályázatot, mondta el a sajtótájékoztatón. Hozzátette, ugyanakkor meglátása szerint Inotán, illetve a készenléti lakótelepen nagy mértékben ritkult a helyi járatok száma. Nagyon sok panasz érkezik az ott élő emberektől. Látjuk azt, hogy az Inotát Várpalotával összekötő úton egyre többen gyalogosan közlekednek, gyakran babakocsival, ami gyakorlatilag életveszélyes, tehát közlekedés biztonsági szempontból is nagyon előnyös lenne, hogyha tudnánk lépni abba az irányba, hogy ezeken a területeken is ismét gyakoribbá váljon, illetve racionálisabb legyen a tömegközlekedés. Nagyon fontos, hogy az inotaiak érezzék azt, hogy Várpalota város önkormányzata velük is törődik, ugyanis egy olyan területen élnek, ami nem hasonlítható össze a város többi részével. Onnan nem egyszerű gyalogosan megközelíteni például egy orvosi rendelőt, vagy mondjuk a ügyeket akarnak intézni itt az önkormányzatnál, mint mondjuk a város többi részéből. Tehát mindenféleképpen a Jobbik fontosnak tartja, hogy a jövőben ott is helyreálljon gyakorlatilag a rend, gyakrabban tudjanak a buszok közlekedni. Én a gazdasági bizottság tagja, mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ez így legyen. Az önkormányzat tisztában van azzal, hogy felmerültek már többletigények a városlakók részéről a helyi járatok sűrítésével kapcsolatban. Azonban a város költségvetését tekintve korlátozottak a lehetőségek ezen a téren, reagált az ülésen az ellenzéki felvetésre.
nevetésekre a város polgármestere. Én minden olyan javaslatot szívesen veszek, ami pozitív irányba hat, amennyiben ahhoz forrást is meg tudnak jelölni a javaslattévők. Annak a demagógiának, amit úgy tűnik a Jobbik itt elkezdett képviselni, és arra kell felkészülni, hogy ez a következő esztendőket végigkíséri, annak nem vagyok híve, és az a nehéz mit kezdeni, amikor felvetjük a problémát, ami egyébként számunkra is világos, és azt mondjuk, hogy ehhez adjunk többletpénzt, csak azt nem mondja meg senki, hogy azt a többletpénzt honnan adjuk hozzá. Mert ha én is ilyen demagóg lennék, mint ahogy ez most itt kezd kirajzolódni az ellenzéki oldal bizonyos pártjánál, akkor megkérdezném, hogy melyik óvodától, melyik iskolától, vagy melyik egyéb intézménytől kívánja elvenni az adott képviselő azt a pénzt, amit mondjuk a közösségi közlekedésre szeretne fordítani. Tehát lehet javaslatokat tenni, csak ahhoz szeretnék korrekt forrás megjelölést is találni, ami egyébként nem jár máshol érdeksérelemmel. Erre úgy látszik, hogy még nem felkészült eléggé a képviselő úr. Ezzel kapcsolatban az MSZP is tett ugye javaslatot arra, hogy a következő gazdasági program tervezésekor figyelje majd az önkormányzat arra, hogy jusson elegendő keret arra, hogy azt a Zinóta és Várpalota közti összekötő utat kerékpárúttal, illetve járdával is ellássa. Mennyi esély lenne esetleg erre? Ez már a mi elképzeléseink között is szerepelt, és azt gondolom, hogy ez egy jó gondolat, és emellé biztosan mindenki oda fog tudni állni. Az is felmerült, hogy miért nem oda épült kerékpárút. Azért, mert amikor az a pályázat kiírásra került, akkor település részek közti összekötő kerékpárútra nem lehetett benyújtani. Tehát tudjuk, hogy ez egy igény, és valós probléma, és szeretnénk is foglalkozni vele, és reméljük, hogy az elkövetkezendő 5 évben ez meg is tud oldódni. A várpalotai polgárőrség és a közbiztonság helyzetével, valamint a térfigyelő kamerarendszer diszpécser központjával kapcsolatban egy interpelláció is elhangzott az ülés végén Galambos István részéről. Javaslatot tettem a polgármester asszonynak abban, azzal kapcsolatban, hogy a Jobbik elképzelhetőnek tartja azt, hogy akár mobilfogadóórákon a lakosságot, a rendőrség, illetve az önkormányzat közösen felkeresse, javítva ezzel a kapcsolatokat, illetve a szubjektív biztonságérzetet, illetve hogy a térfigyelő kamerákat minél gyorsabban helyezzék ki városszerte, ugyanis nagyon komoly bűnmegelőző szerepe van. Tudjuk azt, hogy a Tésidomi város rehabilitáció során ez már felismerésre került. Tulajdonképpen a válaszban ezt hallhattam. A gond az volt ezzel, hogy azokat az információkat kaptam, amit egyébként is tudok. Az, hogy az ottani kamerák hol vannak bekötve, és a diszpécser központ jelenleg nem üzemel, erre sajnos sem a rendőrkapitánytól, sem a polgármester asszonytól nem kaptam érdemi választ, mint ahogy egyébként arra sem, hogy mikor és hogyan kerül megoldásra a tényleges beüzemelés, illetve a kameraképek megfigyelése. Hallottuk azt a polgármester asszonytól, hogy a polgárőrségnek akkor tud majd az önkormányzat komolyabb anyagi támogatást adni, hogyha saját magukat úgymond rendbe szedték. Én úgy gondolom, hogy ez nem csak az ő felelősségük, hiszen nagyon nehéz olyan embereket találni a mai világban, akik a saját szabadidejükből, pénzükből önzetlenül a közösségért tenni akarnak. Az önkormányzat felelőssége is az, hogy megtaláljuk azokat a lehetőségeket, amellyel a polgárőrség létszámát gyarapítani tudjuk. Ezáltal nyilván a gyalogos járőrzésben, nyilván majd a diszpécser központ üzemelése közben ugye el tudják látni a megfelelő feladataikat. Ugyanakkor nagyon fontos lenne számukra, és ezért is kértem most a testületi ülésen nagyobb anyagi támogatást a jövő évben a polgárőrség számára, ugyanis csak így fognak tudni hozzájutni saját autóhoz, ami nyilván a mobilitásukat, illetve a járőrzési óraszámot is nagy mértékben fogja tudni segíteni, így az önkormányzat már hozzá tudna járulni a sikerességükhöz, a feladatuk ellátásához. Ez nem egy hatalmas összeg lenne, egyébként körülbelül 300-500 ezer forint éves szinten, amely már olyan biztos anyagi hátteret ad egy helyi polgárőr szervezetnek, amelyre az OPS rendelkezésükre tud bocsájtani gépjárművet használatra. Talabér Márta az interpellációra adott válaszában elmondta, a Tésidombi térfigyelő kamera rendszer ugye már 2008 óta napirenden van, hiszen a városrész rehabilitációjáról szóló pályázat tartalmazta a rendszer kiépítését. Jelenleg az ennek működtetésében érintett szervekkel való egyeztetések zajlanak. Mi ezzel 6 éve foglalkozunk, és 6 évvel ezelőtt is tisztában voltunk azzal, hogy erre igény
mutatkozik a városban. Az, hogy ez működőképes legyen, ennek az összehangolása jelen pillanatban zajlik a polgárőrséggel is, illetve a rendőrséggel közösen. Azt hozzátettem, hogy a Városbiztonság Kft. Működésében viszont van kivetnivaló, tehát azt rendezni kell, mert annak a gondjait ilyen módon nem tudjuk, terheit nem tudjuk magunkkal cipelni, és ott rendet kell tenni. A polgárőrségnek az elhelyezése jelen pillanatban biztosított, ott a rezsiköltségeket az önkormányzat állja. Viszont azokat a belső problémákat, amelyek feszítik a polgárőrséget, nem fogja tudni a képviselőtestület megoldani, és azt sem oldja meg a taghiányt, illetve a belső viszályokat, hogyha oda több százezer forintot biztosítunk. Tehát azt hiszem, hogy a sorrendet meg kell fordítani. Először rendezzék a soraikat, legyen megfelelő létszám, és működjön, kezdjen el úgy működni a polgárőrség, ahogy az elvárható, és azt gondolom, hogy akkor sokkal könnyebben fog odaállni a képviselőtestület is ezen szervezet mellé. Az elmúlt esztendőkben kapott támogatást a polgárőrség, több éven keresztül autót biztosítottunk, annak minden szervizköltségével, egyéb költségeivel egyetemben, tehát sok százezer forintot, vagy talán milliót is fordított erre az elmúlt években az önkormányzat, és azért valljuk be, nem mindig volt összhangban a ráfordított összeg és a működés hatékonysága. Kedves nézőink, ennyi volt már a Hírmozaik. Legközelebb újabb esemény összefoglalókkal jövő hét pénteken várom Önöket. Tartsanak velünk továbbra is, kísérjék figyelemmel műsorainkat. Munkatársaim nevében kellemes időtöltést kívánok Önöknek, viszontlátásra!